valami, ami reggel szétszed. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Annak adott esetben kicsit viccesebb részek vannak, kicsit komolyabb részek. Van koncert, van háttérmunka, van benne egy történet. Ezek mind, ahogy az életünk része, úgy ez így összeáll egy film, és én azt gondolom, hogy nagyjából azért ebben a 90 percben úgy megismerheti a történetünket a közönség, illetve a mi személyiségünkhez is kicsit talán közelebb kerülhet. Az első vetítés után talán mondhatom az egész zenekar nevében, hogy mindenki kicsit meghatódott. Tehát, hogy így egyben átélni kerek egészként ezt a történetet, ez eléggé megérintett bennünket. Nagyon érdekes volt hallani ezeket a dalokat, látni magunkat a színpadon. Az első visszajelzés majdnem mindenkitől az volt, hogy egy nagyon pozitív képet fest a csapatról. Ami, hogy ugyan nem szándékos, hanem egész egyszerűen nem lehet róluk mást. Azt remélem, hogy túl azon, hogy aki nézi a filmet, érezheti azt, mintha ott lenne a Volton ezen a bizonyos nagy koncerten. Beleláthat abba is, hogy egyébként mi történt ebben a 15 évben Dáviddal és az ő csapatával, a produkciójával. Nagyon-nagyon izgalmas volt végignézni ezt a sikertörténetet, aminek azt remélem, azt gondolom, hogy biztosan nincs még vége, valahol a első harmadánál tarthatunk. Dávidnak a gondolatai, a szövegei, a dallamok, a Márknak az énekhangja, az így valahogy így betalált egy nagyon nagy réteget. Nem csak szakmailag vagyunk jóba évek óta, hanem emberileg is. Barát a két zenekar, Hősök és a Halott Pénz, elég sokat játszunk együtt, melózunk együtt, és az a munka morál, amit ő képvisel, meg is voltunk lepődve kővel, hogy igen, hát végül is így kéne csinálnia ezt mindenkinek, de hát nyilván nem csinálja így mindenki. Hétfő, szerda, szombat, kent című közös dal, amit még így a Szőri és Bulek kapcsán készítettünk. Igazából én így csöppentem bele ebbe, vagy így ismerte meg a Marsalkó Dávidot, mivel nagyon őszinte emberekről beszélgetünk, akiknek az egész életük a szövegírás, a zene, a koncertezés, és egyszer csak befutottak, de olyan szinten tényleg, hogy így kedről szerdára megtalálták azokat a lányokat, fiúkat, akik őket az életük végig el fogják kísérni. Találkoztam egy párral az előző vetítés után, és ők például azt a történetet mesélték el, hogy ők ezen a bizonyos Volt Fesztiválos koncerten ismerkedtek meg, és azóta együtt vannak, és már eljöttek ide megnézni a filmet. Rengeteg ilyen személyes történettel találnak meg minket, egy koncert, egy buli, ahol megismerkedtek együtt egy pár, és éppen Halott Pénz szólt, vagy például rengeteg olyan van, hogy valahogy kapcsolódik a házasság kötésükhöz, az esküvőjükhöz. Ez adja igazán a szuper érzést abban, hogy zenélhetünk, hogy rengeteg olyan feedbacket kapunk, hogy tényleg ezek miatt aztán extrán érdemes csinálni, és extrán szerencsésnek érezhetjük magunkat. Hogyan tudtad ezt tenni vélem? Szánd meg, hát szomorú szívem. Személyes vágyam az, hogy sikerüljön még jó sok jó dalt írnunk, hogy sokáig motiváltak maradjunk, hogy élvezzük ezt az egész dolgot, mert szerintem az, hogy valaki eljön egy Halott Pénz koncertre, akkor azt gondolom, hogy látja és érzi azt, hogy ez a hét ember együtt a színpadon, ez együtt valamit próbál képviselni, és remélem, hogy ez még sokáig így marad.